Sziasztok! Szeretnék egy SafeTetco-t ide. Úgyhogy most elmegyek ahhoz, aki ezt megcsinálja nekem. Az élménybiológia szuperlelkes biosztanárához, Jós Andreához jöttem, aki SafeTetco című könyvének kiadásához indított Kickstarter kampányt. Hello! Fogsz nekem SafeTetco-t csinálni? Hát, ha sokat fizetsz, akkor igen. Remélem fizet. Nem erről volt szó. Ez maga a szív, ugye? A anatómiai pontossági igénnyel készül, hogy szépen fogalmazok, mert igazából nem pontos, nyilván anatómiailag, mert hogy hozzá van egy ilyen nagyon fontos, nagyon erős szál, ez a művészi díszítés, ami népművészet alapú. Úgyhogy ez egy SafeTetco. Egyébként neked van tetoválásod? Nincs. Jó, az egy dolog, hogy én most nem látom így rajtad, de áruld el a nézőknek, hogy olyan helyen, amit a ruha fejed. Nincs, de még lehet. Szeretnél? Akarsz egyet csinálni? Akarok. Még a dekoltásba vagy? Ehhez hasonló dolgot szeretnék magamra. Persze, nyilván most csak átmeneti. Azt így akkor kitesszük. Igen, de hogy van más is. Hogy hívják? Csigolya. Nem! Ja, medence! Nem baj, agy! Pedig agy. Erre most mondtam volna, hogy vese, vagy nem tudom. De látszik, itt van a nyakizmok, musculus sternocleidum, mastoideus, az ELS, szóval van itt minden. Akartok látni kukit vagy nunit? Na, ne viccelj már! Hímvesző és vagina. Mondjuk a vaginát ezt pont nem rajzoltam le, de a férfiaknál megvan a külső. Mondjuk én erre azt mondtam volna, hogy egy mák, tehát hogy... Na szóval itt termelődnek mindenkinek a hímivel sejtjei, így szépen a herében, a mellékhelyében tárolódnak. Nem mindenkinek, a férfiaknak, a férfiak. Tehát ezt azért jó, nekem hozzá. Nincsenek, igen, ez igaz. És akkor szépen itt felhaladnak, itt idáig jönnek, egészen becsatlakoznak a húgyvezeték, vagy húgcsőbe, húgyvezeték az itt van fönn, itt van a prostata, kedves férfiak, 35 éves kor előtt menjetek el prostatavizsgálatra, mert ez meg tud nagyobbodni. És aztán a hímvessző, a barlangos test, a mak, szóval van minden. Na jó, esünk neki szerintem a saját tetkómnak. Jó. Hova kéred? Ide. Hát egy kicsit szőrös. Biológia tanár vagy, ugye? Uh-huh. Mi az emlős jellemzője? Hát van néha szőr rajta. És így felkarodra esetleg? Andi azt mondta még tegnap, hogy a hátamra szeretne, vagy a felkaromra, vagy valahova, mert hogy az valószínűleg kevésbé szőrös, mint az alkarom. Na most... Jézus, erre szokták már. Azt mondani, hogyha én 5 perccel később születek, akkor majom lesz belőlem, tehát hogy hidd el, hogy ez az egyik legkevésbé szőrös testrészem, de még innen is megszabadulunk tőle. Ez borotválja. Tényleg lezeni a szőrt. Hát csak felületet adok neked, ahol... Köszi! Szóval, úgy szoktam kezdeni a rajzokat, hogy először megpróbálom megrajzolni a kontúrt. Azért elbírom képzelni, hogy milyen lenne ez, hogyha tényleg így varnák, nem? Itt egy kicsit a pitvar, kicsit itt, nem baj, ezt akkor majd kijavítom erre. Vannak a tüdőartériák. De azért mondd csak. Hogy áll ez a könyves projekt? Nagy aortaív. A könyves projekt remekül áll, az van vele, hogy ugye elkezdtem ezt a Kickstarter közösségi finanszírozás dolgot, és elég gyorsan, elég nagy visszhangja lett ennek a projektnek. Tüdőartéria kap egy kis bemenetet, illetve a nagy aortaív pár kimenetet. És nagyon gyorsan, nagyon nagy százalékban kaptam támogatást, főleg az elején egyébként, az első néhány napban. Itt egy pár vénát közül belerajzolok. Aztán kicsit lejjebb ment így a lelkesedés, és akkor kicsit megijedtem. De most ugye az utolsó 5 nap van, most megint nagyon gyorsan. Most kis koronária ereket rajzolok éppen. Ezt megmutathatod, ha akarod, hogy most így áll az alap, ez így külön. Most akkor díszítgetek mondjuk ide, miket rakjak leveleket, jó? Jó, inkább azt mondta, hogy mire kell a pénz. A pénz az anyagköltség, a kiadás, a terjesztés, a postázás, ugye a legtöbb a nyomdaköltség. Akik a Kickstarteren támogattak, nekik postázom, illetve lesz egy könyvbemutató, amire szeretettel várlak ezennel meghívlak, de most már leülök, mert most már nem, jó, nem a bonyi részén vagyok. Most az a részen, amikor így szabadon lehet alkotni. És ilyenkor felhasználom azokat a motivumokat, amik itt vannak az üveglap alatt, amiket látsz, mindegyik más. Uh-huh. Van ormánsági, van nem tudom, az ott kalottaszegi. Ezek inspirálnak abban, hogy valamit rajzolgassak ide neked. Szóval ez lesz a könyv, ugye népművészet van benne, de közben biológiailag nagyon fontos, tehát edukatív. Úgyhogy... De azt mondod, hogy ez egy ilyen felnőtt színező. Igen, ennek nagy divatja van. Ugye az első, aki ezt csinálta, vagy nagyon nagyra, nagyon befutott vele, a Joanna, vagy azt hiszem Joanna Basford.
És írjátok meg, ha tudjátok. Én mindenképpen. Én nagyon szeretek rajzolni. Egyébként ugye azt, amit mondják, hogy a színezés nagyon jót tesz az agynak, mert így ellazít, meg ilyen meditációszerű tevékenység. Sok ismerősöm mondja is, aki szeret színezni. Én igazából eddig egyszer színeztem, legtöbbször inkább rajzolok. És pont ez az, ami engem föltölt. Tehát ha ideges vagyok, hogy figyelj, ez tök jó üzleti modell, mert egy színben kell csak nyomtatni. Egyébként igen. Ti megszínezhettek, ha megveszitek a könyvet. De egyébként miért Steve Tedco lett a... Az egy érdekes történet. Elkezdtem először csak posztolni a saját Facebook oldalamon ilyen ötleteket, hogy akkor csinálnék egy színezőt. És nekem Lackfi János az ismerőseim között van, és akkor ő kommentben azt írta, hogy ez baromi ötlet, és mondta, hogy legyen a neve Steve Tedco. És akkor nekem ez nagyon tetszett, úgyhogy ez lett a neve. Én neki van egy YouTube csatornája is. Uh-huh. Ja, és akkor még belinkeljük. Csak hogy egy kicsit az irodalom János, igen, nagyon-nagyon szeretjük Lackfi Jánost. Iszonyú profi, és nagyon jó dumája van, és nagyon jó írásai. Úgyhogy ez minden, ami írónak kell. Író, költő. Most már a két tüdőartériát csinálom, már ott vagyok fönn. Egyelőre saját forgalmazásban kerül ki, tehát online meg lehet venni. Illetve aki a Kickstarteren támogat, az már kapásból úgy támogat, hogy kap postán egy könyvet. Még a kontúrok... Most 90-valahány százalékon állsz. Uh-huh. Mi van, ha nem jön össze a százalék? Összejön. Tudom, legyen már valami dráma, mi történik, ha nem jön össze a száz? Hát, ha nem jön össze a száz, akkor elvileg visszautalja a rendszer mindenkinek azt a pénzt, amit ő felajánlott. Neked is. Mert még nem volt mert, a bankszámládról. Én is szponzoráltam. Annyira jó fej vagy. Annyira jó fej. Szponzorált a Kickstarter-re. Szóval, de hogy nagyon... És úgy szponzoráltam, hogy nem ixeltem be, hogy küldjön nekem érte. Nem tudom, ilyen szintek vannak, és talán valamilyen képes lapot kaphattam volna tőled, és úgy döntöttem, és hogy ezt nem ixelem be, mert hogy én a bőrömre kapok majd egy igazi... igen, egy igazi Steve Tedco. Hogy vasárnap hajnalig támogathatjátok. Mi történik akkor, hogyha 101% lesz? Akkor a bevétel az plusz még plusz könyvek nyomtatására megy. De ez végül is tök jó, hogy egyre több ilyen kezdeményezés van Magyarországon is, ami közösségi finanszírozásban. A közösségi finanszírozás szerintem nagyon jó út, mert tényleg így meg lehet találni azt, ami neked tetszik. Most volt ez a rókás könyv. Tényleg igen, a Clever Fox Tales About the Universe, nem tudom a magyar címét, de és az összejött, és eszméletlen jó az a nagyon menő. Na, ezennel elkészült a Tedcód. Kész! Készen van a Steve Tedco. Ezt megtarthatom? Vagy kérem? Hozom itt neki az alapanyagot, hozom neki a felületet, és még a fűszólomat is meg akarja. De hát, ha akar még. Ja nem, most jön az ellen Tedco. Okay, 275 forint volt egyébként, úgyhogy ezzel szívesen hozzájárulok. Kösz. És most jön az ellen Tedco. Ellen Tedco, ide a kamera alá, légy szíves. Jézusom, kicsit félek. Pálcika ember szeretném. Jó, de végülis ez könnyen lejön. De amit tudsz, amit. Készen vagyok, tehát ez így viszonylag könnyű. Nem, menni fog, bízom. Sólad nem kell borotválni, jó. Rajzolok rá szívet, mert hogy már Steve Tedco legyen. Oh. És rajzolok mellé még valamit, tehát hogy ez egy másik dolog, amit viszonylag tudok. Nézd meg! Ugye nem hímvesző. Jaj, kis cica! Kutya! Szerintem te is kezdj el egy ilyen projektet, és alapíts egy színezőkönyvet. Sziasztok! Ja, sziasztok! Mosolyogtam, az nem ér? Hallottam az egész.